megállt, de még nem teljesen berozsdásodott harcosokkal. Jó. Kitöréssel a kitörésért. Az első egy gyakorlat, a második egy cél. A kettő viszont összetartozik a Vasasnál, hiszen a láberősítő feladatot és a többit is annak érdekében végzik az angyalföldiek, hogy a szezon végén a másodosztályból feljussanak az NB1-be. Nem éreztem kőkeménynek, legalábbis nekem nem volt az, de való igaz, hogy körülbelül egy olyan másfél hete, plusz ez az edzés, a srácok egy elég intenzív terhelést kapnak. Én úgy gondolom, ahhoz, hogy a céljainkat elérjük, a céljaink pedig azok, hogy feljutásért harcba legyünk mindenféleképpen. Nagyon szeretnénk ott lenni abban a két csapatban, aki jövőre első osztályú tud lenni. Ahhoz munkát kell csinálni, dolgozni kell kőkeményen. Az NB2 lista vezetőjéhez és a labda nélküli délelőtti edzésekhez többen is csatlakoztak a szünetben. Cvitkovics Péter és Kenesei Krisztián is aláírhat a napokban. Debreceni András pedig már meg is tette ezt. 2,5 évre kötelezte el magát. Amikor ugye játszottam a Honvédba folyamatosan, akkor persze nem azt számoltam meg, hogy majd 25 évesen az NB2-be fogok játszani. Így alakult a pályafutásom. Sajnos Diósgyőrben nem sikerült kiharcolni azt a helyet, amit szerettem volna, nem kaptam meg azt a játék lehetőséget, amit szerettem volna. Úgyhogy kapura jött a Vasas ajánlata, nagyon korrektek voltak, nagyon szerettek volna megszerezni, és úgy látom, hogy egy nagyon ambiciózus csapatba kerültem, vannak célok, úgyhogy úgy érzem, hogy jó helyre kerültem. A védővel pedig még biztosabb lehet a hátsó alakzat, elő volt ugyanis kevesebb probléma az ősszel. A Ferenci István és Remili Mohamed duó 26-ot szerzett a csapat 34 góljából. Az NB2 legeredményesebb mesterlövésze 15 meccsen 14 gólt lőtt. Nagyon remélem, hogy ezt tudom tartani, de még fontosabb tényleg, hogy a csapat legyen eredményes, de tényleg az egyéni céljom az, hogy próbáljam ezt a szintet tartani, ha lehet, akkor még egyet rákapcsolni, de tényleg, ha a csapatnak jól megy, akkor én úgy érzem, hogy nekem is jól fog menni. Ha egy év múlva jövünk, akkor már egy NB1-es Vasashoz fogunk edzésre jönni? Hát nagyon remélem. Mi azért dolgozunk nap mint nap, azért szenvedünk nap edzéseken, a futásokon, hogy ez így legyen. Reméljük, hogy ezt magunkból is ki tudjuk hozni. A Vasas egy lipóti edzőtáborozást még beiktatta a február 21-i másodosztályú bajnoki rajt előtt. Az első tavaszi fordulóban a nagy vetétás Gyirmót otthonában lépnek pályára a piros-kékek.